Forgalmi vizsgára indult el ez az autó a tanulóval a volánnál Nyíregyházán a Törzs utcai vizsgaközpontból. Egyre nehezebb finanszírozni ma már ezt a szolgáltatást az autós iskoláknak, amelyeknek az inflációval, az üzemanyagárral és az egyéb fenntartási költségekkel is számolniuk kell. Ez persze nagyobb anyagi terhet róhat a tanulókra is. Kuncsik László, a közúti vizsgáztatási igazgatóság vezető helyettese megkeresésünkre azt mondta, a vizsgadíjakban évek óta nem volt változás, a képzések díjairól pedig maguk az autós iskolák döntenek. Mivel önálló szervezeti egységek az autós iskolák, mint képzőszervek, ők határozzák meg. Tehát nyilván, ha emel a költségén, akkor annak minőségi háttere kell, hogy legyen, és egyértelműen a jelölteknek a saját egyéni döntése, hogy melyik képzőszervet választja ki, amikor a képzési rendszerbe be kíván kapcsolódni. Bár hozzáteszem, hogy a közlekedési alkalmassági vizsgaközpont oldaláról a jelenlegi vizsgadíjak 15 éve nem változtak, tehát mi nem emeltünk költséget. A költség a képzés oldalán jelenkezhet, amelyik képzőszerv úgy dönt, hogy emel költséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében most egy óra forgalmi oktatás átlagosan 5-8 ezer forintba kerül. Ennél a nyugati ország részben akár 20-30%-kal is drágább lehet az oktatás, nyugat-európai országokban pedig a magyar átlagár duplájáért lehet jogosítványt szerezni. Ez egyébként az utóbbi két évben fiatalok ezreinek telt jóval több időbe a szokásosnál. A járványhelyzet miatt ugyanis két ciklusban is felfüggesztették az oktatást és a vizsgáztatást. A feltolódott igényeket, miután el tudtunk indulni, képzőszervek a képzést tudták folytatni, mi a vizsgáztatást tudtuk folytatni, erre lehetőség nyílt, akkor a közlekedési alkalmassági vizsgaközpont rugalmasan állt a vizsgáztatási részhez. Ez alatt azt értem, hogy a vizsgaigények kielégítését mindig két héten és két hét környékén tartottuk. Milyen megoldásokat hajtottunk végre? Bevezettünk szombati vizsgákat, munkaidő után, vagy munkaidőn túli vizsgáztatásokat, és ez mind annak a lényege volt, hogy a vizsgákat minél jobban ki tudjuk elégíteni, tehát az ügyfeleink igényeit minél jobban ki tudjuk elégíteni, ennek a közlekedési alkalmassági vizsgaközpont megfelelt. Kuncsik László hozzátette, az esetleges drágulás és a járványhelyzet ellenére nem csökkent az érdeklődés a jogosítvány megszerzése iránt. Az utóbbi két évben is nagyjából ugyanannyian jelentkeztek, mint az azt megelőző időszakban.